Az antalfalvi helyi közösség nagy termében február 4-én a községi sportszövetség képviselői a 2018-as év legjobb sportolóit 4 korosztályban, pionír, serdő, ifjúsági és felnőtt korosztályban, valamint a klubokat és edzőket serleggel, éremmel és plakettel jutalmaztak. A díszülést Ján Cicka, a községi sportszövetség elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelent sportolókat, edzőket, a klubok képviselőit és támogatóit. Predrag Pérovics, a Kvacica Opovó község labdarúgó szövetség elnöke, és Matánovics Sándor, az Antalfalvi Községi Tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja adta át a díjakat az arra érdemeseknek. Ádám Lupu, a sportszövetség protokollügyekkel megbízott szakmunkatárs számolt be röviden a sportolókról, és szólította ki őket. Torontálvásárhelyről több sikeres sportoló kapott díjat. A kiérdemelt sportoló plakettet B. Nagy Benjamin, a Spartakusz Teke Klub játékosa vehette át. Szintén Debeja Csáról a sportmunkás plakettet Mohácsi István érdemelte ki. Az Antalfalvi Község sportfejlesztésért plakettet a Spartakusz kézilabda női klub érdemelte ki. Külön plakettben részesült az Antalfalvi Községi Televízió sport szerkesztősége is. 18 érmet osztottak ki a fiatal sportolóknak. Torontálvásárhelyről érmet kapott Gyuricskov Mária, a Spartakusz sakklub játékosa. Továbbá Szolnoki Adrián, Kovács Laura, Szabó Teodor, a Spartakusz karatéklub sportolói. Vereszkék Szénia, a Spartakusz női kézilabdaklub sportolója. Vojnovics Andrej, Szolnoki Ervin, a Spartakusz labdarúgóklub labdarúgói. A torontálvásárhelyi díjazottak, pionír sportolók nyilatkoztak médiaházunknak a díjkiosztó után. Lassan már 5 éve foglalkozok kézilabdával. Kapus vagyok, és nagyon szeretem. Ma átvehetted a díjat, tehát az év legjobb sportolóit választották ki, többek között te is átvehetted ezt a díjat. Ez mit jelent számodra? Számomra ez nagyon nagy boldogság, mivel észrevettem, hogy valamit el tudok érni a kézilabdával, és sokat jelent ez számomra. Szabó Teodor, 6-os vagyok, és karatéval foglalkozok. Mióta foglalkozol ezzel a sporttal, és miért szereted ezt a sportot? 8 éve azért szeretem, mert érdekes. Ki az edzőtök? Müller Szanya. Szigorú? Sokat edzetek? Igen, nagyon szigorú. Mit jelent számodra ez a díj? További erőt, kedvet ad? További erőt inkább. Én Kovács Laura vagyok, és a karatéval foglalkozom. Mit jelent számodra ez a díj? Boldog vagy? Boldogságot. És miért pont karatéval foglalkozol? Ugye elsőleg, mikor ugye kisebb voltam, akkor úgy gondoltuk, hogy megpróbálom, és első két tréning nagyon fárasztó volt, de utána már belejöttem, és tetszik. És mióta foglalkozol ezzel a sporttal? Olyan 5,5 éve. És gondolom továbbra is folytatni fogod. Remélem, hogy igen. Szolnoki Adrián vagyok, és 5-ös vagyok, és a Spártába játszok. Te is átvehetted ma a díjat, ez számodra sokat jelent? Igen, boldog vagyok. Miért pont a karatét választottad? Focisztál is régebben? Megundom a focit, és nem tudom, hogy mit tréningezzek, és megpróbáltam a karatét, és tetszett. Sáska Tesla, a Spartakusz Karaté Klub sportolója külön díjban részesült, mint a sport reménysége. A nők korosztályában az év sportolója az Uzdini Izabela Lupulescu, asztali teniszező, míg a férfi korosztályban szintén Uzdini sportoló, asztali teniszező Lorenzo Lupulescu.